Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Önök a Szentes Annó adását láthatják. Ma az egykori zsinagóga és a szentesi zsidóság történetét elevenítjük fel dokumentumok és archív filmfelvételek segítségével. Műsorunkban részleteket láthatnak a Szentesi Amatőr Filmklub tagjainak 1972-ben készült felvételéből, illetve a Szőke András által rendezett Ragyogás, Nira című filmből, melyet a helyi amatőrfilmklub tagjaival készített az 1980-as években. A zsidó népesség megjelenése szentesen a 18. század közepétől követhető nyomon, de számuk igen lassan gyarapodott. Az 1808-1809. Évi összeíráskor létszámuk még mindössze 11 fő, majd 1817-ben már 17 családot regisztráltak 92 fővel. Erre az időre tehető a szentesi hitközség megalakulása. A kicsiny közösségnek sok időbe telt, amíg a gyűlöletet, a gyanúsítást és a lenézést le tudták küzdeni. Nem elsősorban szentes lakossága volt az, amelyik lenézte és üldözte a zsidóságot, hanem inkább a hatóság, mely az uraságot képviselte a városban. A hatósági döntésekben pedig sokszor a földesúrnak a zsidó emberekkel szembeni előítéletei és önkénye kapott hangot. Apró tűszúrások, majd hosszantartó, megalázó helyzetek sorát voltak kénytelenek elszenvedni a helyi zsidóság tagjai. Íme egy-egy feljegyzés ezek közül. 1804-ben egy Belicai nevű szolgabíró megtiltotta a lakosságnak, hogy bármi üzletet csináljon zsidóval, addig, amíg azt a hatóság előtt írásban nem foglalják. Ennek mintegy folytatásaként 1818-ban a zsidóságot mélyen sértő közleményt tett közzé a hatóság. A hirdetmény szövege nem maradt meg, csak következtetni lehet arra abból az önérzetes tiltakozásból, melyet Götzl Izsák, a szentesi zsidók bírája intézett a hatósághoz. Követelte, hogy hirdessék ki mind a református, mind a katolikus templom előtt, hogyha akadna is a szentesi zsidók között tolvaj, mindnyájan olyanok nem lévén, a becsületünkben mindnyájan sérelmet nem szenvedhetünk.
Közben egyesek a vérvád rágalmával izgatták a népet, és zavarták meg a zsidó Isten tiszteletet. Az előítéleteket csak erősítette, hogy a földesúr az ország más vidékeihez hasonlóan nem engedélyezte a zsidók betelepedését. Ettől csak akkor volt hajlandó eltekinteni, ha egy zsidó család külön adót fizetett az uraságnak a letelepedés megtűréséért cserébe. Egyébként ügyelni fog az inspektorátus, hogy semmi idegen zsidók a szerződésben foglaltatók kívül és az egyenes engedelmem nélkül meg ne telepedjenek, hanem ha alattomosan becsúsznának, azonnal tovább utasítsanak, írta gróf Károly Lajos, szentes akkori földesura 1829-ben. A mai Zrínyi utcának az Aponyi tér felé eső végén, az akkori vásárállás szélén kibérelték Sarkadi Sámuel asztalos házát imaháznak. Ekkoriban az elzálogosítás volt az eladás formája, ha valakinek, mint például a zsidóknak, ingatlanvételi joga még nem volt elismerve. Gróf Károly György ispány 1829. február 18-án kelt nyomtatványában elismerte, hogy három szentesi izraelita, név szerint Erlichen Ábrahám, valószínűleg valójában Reichlinger Ábrahám, a korabeli elnök, Szand Leopold és Lévi Ábrahám 400 váltó rénusi forintot fizettek be azért, hogy az általuk a negyedik tizedben eddig is Sarkadi név alatt bírt imádkozóház és kóser korcsma a konskriprióban nevekre irattasson. Oh,
Sarkadi-féle házat már 1818-ban átalakították, majd 1829-ben újra, sőt 48 előtt ki is bővítették. Ez a régi templom a ma is fennálló zsinagóga épület északi és nyugati falától két-két ölnyivel kijjebb esett. A templommal egy épületben, ennek keleti oldalán voltak a fürdő és egyéb lakások, a nyugati oldalán pedig a szoba a pászkasütés számára. A bejárat nem a nyugati oldalon, hanem délfelől volt. A női karzat csak kb. Egy méterrel magasabb, elkülönített szűk helyiség volt a férfi templom mellett. A lassan gyarapodó közösséget érő megalázások sora 1844-ben folytatódott, a városi tanács kötelezte a zsidó embereket az akkoriban igen megvetett tevékenységnek tartott levélhordásra és rabkísérésre. A zsidósághoz való negatív hozzáállás mutatja az is, hogy 1848-49-es forradalom idején eleinte szentesen sem akarták besorozni őket a nemzetőrségbe. ban már 92 zsidó családfő volt Szentesen, 509 családtaggal. Mindeközben a szentesi zsidóság a hitélet megindulása után megszervezte az izraelita oktatást is. 1841-ben hozták létre az elemi iskolát, melynek tanulmányi színvonala messze a legkiemelkedőbb volt akkoriban a városban. Bár a korban nem volt általánosnak mondható a beiskolázás, a zsidó szülők mindegyike iskolába adta gyermekét, így nem is csodálható, hogy a felekezeti megoszlásra nézve a zsidók messze kiemelkedtek írni-olvasni tudás tekintetében. A szentesi elemi iskolában három nyelven tanítottak, héber, magyar és német, és az alapismeretek mellett vidámi tudományokat is tanulhattak a diákok. Egy református tanító a helyi újságban tette közzé meglátásait, melyben a következő szavakkal dicsérte az izraelita iskolát. A növendékeiről szóló eredmény azt bizonyítja, hogy annyi tantárgy mellett is, három nyelv, növendékeiknek a körülményekhez képest nem csak jó, hanem sokkal jobb alapot adtak, mint amilyennel más elemi iskolák növendékei az egyedüli anyanyelv és kevesebb tantárgy tanulása mellett bírnak. Tudnak ám legalább helyesen írni és jól számolni. Yeah.
Jó tanulási eredmények elismeréseként a Budai Helytartó Tanács 1856-ban fő tanodává emelte a szentesi zsidóiskolát. Ám hiába a magas elismerés, ha a zsidóknak még szentesen sem volt módja részt venni a magyar kultúrában, nem voltak egyenjogúak a keresztény lakosokkal. De kanyarodjunk vissza a zsinagóga históriájához. A régi templom már az 1850-es évek elején is szűk volt és omladozott, ezért 1854. június 18-án elvi határozat született új templom építéséről, mivel a régit kijavítani is veszélyes. A kiegyezést követően 1867-ben azonban változott a helyzet. Az izraelita vallás egyenjogúsításáról szóló 1867. évi törvény megjelenése ösztöndést adott a szentesi hitközségnek is, ugyanis kimondta, hogy az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt jogosítottaknak nyilvánítatnak. Minden ezzel ellenkező törvény, szokás vagy rendelet ezennel megszüntetik. Óriási volt az öröm a szentesi zsidóság körében is, s hogy rászolgáljanak a bizalomra, az addig német és héber nyelven vezetett hitközségi irataikat is magyar nyelven kezdték vezetni, s részt vettek minden magyar jellemű megemlékezésen is. Teljes jogú polgárnak érezhették már magukat, s ettől kezdve elismert orvosok, írók, ügyvédek és tekintélyes, magas állású tisztviselők is kerültek ki közülük. Szentesen is megnyílt számukra a kibontakozás lehetősége. 1868-ban már új templom építését határoztak el. Ennek építési ügyeit Purjesz Nátán vezette. A budai zsinagóga építőjét, Knábe Ignác budai építőmestert kérték fel a templom terveinek elkészítésére. Minden hitközségi tag kötelezte magát, hogy egy imaszéket vesz az új templomban. Halász István, nagykőrösi építési vállalkozó meg is kezdte az új templom építését, de az építkezést többször le kellett állítani, mert az építkezési kiadások és a hitközség tagjainak anyagi teherbíró képessége nem volt összhangban. 1869 őszén kérték a vallás és közoktatásügyi minisztert, hogy állítassa le a költséges építkezést. Az azonban már annyira előre haladott állapotban volt, hogy nem engedélyezték annak leállítását. Így ha a nagy nehézségek árán is, de 1870 őszén tető alá került az új templom. Oh,
1871-ben a belső berendezések készültek el. A frigyládát, a padokat és minden más asztalos munkát a helyi mesterek készítették. Nem egészen hiteles számadás szerint az összes költségek 42.378 akkori forintot tettek ki. 1871 őszén már új ünnepi istentiszteletet tartottak a templomban, igaz, még festetlen padokban ültek. Az örök mécsest 1872 őszén avatták fel. A zsinagóga architektúrájában a gótikus, a barokk és a közel-keleti stílus együttes alkalmazása romantikus hatást kelt. Monumentális voltát külön kiemelte az alacsony kovácsolt vas kerítés, amely a zsinagóga bejáratát és parkját akkoriban körülvette. A templom színes ablakaira az adományozó családok szimbólumait festették. 1901-ben tatarozták először, majd újból 1910-ben ekkora villanyvilágítást is bevezették. Az aranyozott új tórát 1912-ben avatták fel. Közben a gyülekezeten belül megélénkült a különféle jótékonysági egyletek működése is. A már évtizedek óta működő Szent Egylet szervezetileg is levált a gyülekezetről, és önállóvá válva még nagyobb felelősséggel és hatékonysággal végezte feladatát, a szegényeknek, rászorulóknak segélyezését, a temetők gondozását. A férfiakból álló Szent Egylet mellett azonban létrejött a jótékonysági nőegylet is, mely célul tűzte ki a szegény betegek vagy gyermekágyi nők és szegény idősasszonyok segítését pénzzel, ruhával, élelemmel. Ugyanazon okok, melyek szükségessé tették a nőegylet működését, vezettek arra a gondolatra, hogy megalkossák a gyermekeket felruházó egyesületet. Majd egyetlen egyesület Kebelén alakult meg a Kultúregylet, mely kultúrdélutánjaival igyekezett elősegíteni a héber identitás megőrzését. Oh,
Kedves nézőink, ezzel mai adásunk végére értünk. Önök a Szentes Annó műsorát láthatták, az egykori zsinagóga és a szentesi zsidóság történetét bemutató műsorunk második része várhatóan 2 hét múlva kerül majd adásba. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Karikó Tóth Tibor és a vágó Viola István. Adásainkat visszanézhetik a Szentes Televízió honlapján, vagy a Szentes Film YouTube csatornán. Viszontlátásra!